És akkor következzék a negyedik előadónk, akit régóta ismerhettek, hiszen 14 éve a DX-en egyik magyarországi arca, csodálatos párjával, töretlen a motivációjuk, a munkájuk, és projektjeik által méltán érhették el az exekutív koronás gyémánt szintet. Szabolcs hisz az elvégzett munkában, a munka erejében, mert enélkül az élet egyetlen területén sem lehet sikert elérni. Vallja, hogy nincs könnyű vagy nehéz út, csak hiányos vagy céltalan lét. Ma az aktív szponzorációs program bevezetéséhez kapcsolódó előadássorozat első állomásán vagyunk, Budapesten, mindenki így tudja? November 4-e van, délután 3 óra, és ezzel debütál Magyarországon ez a program, és innentől kezdve, ahogy láthattátok Judit előadásában a héten webináriumokon, illetve Szabi is fel fogja tenni, elindul egy olyan roadshow, amivel végigmegyünk az országban, és mindenhol meg fogjuk mutatni a DX-en tagoknak, hogy mi ez az új program, úgyhogy akkor következzék, leplezzük le ezt a fantasztikus dolgot, így személyesen is Budapesten, Cérna Szabolcs ASP bemutatója jön. Csodálatos feleségem, kedves. Nagyon szépen köszönöm csodálatos feleségemnek. Hát, ha nem említed meg, hogy tudják. Hát mindenki látja, hogy ennyire, de nem ezért jöttünk össze, hogy... Most itt beszélünk, én nagyon-nagyon lelkes vagyok. Ki az, aki itt van és még nem hallott az ASP-ről? De tényleg nyugodtan, tehát hogy nem hallott, mint kifejezésről, szóról. Szuper, azért örülök, hogy vannak. Annak már nem, hogy még nem mondták el mások, hogy mi az. De november 1-től elindult egy olyan program, amit joggal állíthatunk, hogy a multilevel marketing és a direct marketing világában nincs még egy olyan program, amely most elindult. És ennek az ötlete 4 évvel ezelőtt indult el, és majd egy prezentációt is szeretnék kérni. 4 évvel ezelőtt indult el, hiszen Kocsó László fejében akkor már megfogalmazódott, hogy a meglévő DSP csomagokat hogyan lehetne olyan értékessé tenni a már meglévők számára, és hogyan lehet olyan motiválóvá tenni, hogy megmozgasson minket arra, hogy hát ahogy a Zsuzsi mondta, hogy esőbe is kimenjünk futni. És ez a program, ez olyan, hogy hát ha most nem mész ki esőbe futni, akkor te soha büdös életben nem fogsz futni. És most legyünk őszinték, ez tényleg egy olyan program, ami mindenkinek jó. Először is szeretném megköszönni, és nagyon hálás vagyok Faragón Ékesörű Juditnak, hogy összeállított egy olyan prezentációt, amit én nem tudtam volna, másrésztől pedig az az alapos munka, és az, amit ő már eddig is belefektetett, hogy minél jobban és minél több információval rendelkezzenek a magyarországi hálózat tagjai, létrehozta az ASP csoportot, erről majd úgyis fogok beszélni, és hogy ez a prezentáció is rendelkezésre áll, és tudjuk ezt használni mindnyájan, úgyhogy nagyon nagy köszönet Judit ezért. És hát egy picit az előzetesről. Ugye Laci anno erről beszél, de hogy ez nem volt ilyen egyszerű, hogy ez bevezetésre kerüljön, és talán ti is emlékeztek rá, hogy volt másfél hónappal ezelőtt egy gyémánt találkozó itt Budapesten, ahol sikerült Mr. Gigitet meggyőzni arról, hogy a programban még tesztelőként nem szereplő Magyarországon is elindulhasson. És én mindenkinek, aki ott akkor azon a gyémánt találkozón ott volt, és hozzájárult ahhoz a nyomáshoz és ahhoz a szándékhoz, hogy ez most elindulhasson ez a program, mert én hiszek benne, hogy ez Gyökerestől fogja felforgatni a magyarországi piacot. Akár Gyökeresen meg is változtathatja az erőviszonyokat a magyar piacokon, hiszen aki most beleáll a munkába, az hihetetlen nagy lehetőséget fog kapni arra, hogy előrelépjen, hihetetlen nagy lehetőséget fog arra kapni, hogy gyors és nagyon növekvő, dinamikusan növekvő bevételt érjen a DX-en üzletből, és a DX-en üzlet oda kerülhessen az európai és a magyar piacon is, ahova egyébként való, hiszen akik Malajziában kint voltak a 30. születésnapon, ők azért látták, hogy az ITSI kvalifikációk között nem az európaiak nyomták el a világ többi részén lévőket, hanem bosszantó módon egy nagyon-nagyon kis hátsó részt kaptunk valahol,
a több ezres vagy 5000-nél is több ember lévő kvalifikáló tömegből, ahová leülhettünk mi európaiak. Tehát az üzlet, amit ti itt átéltek, a pénz, amit ti kerestek vagy mi keresünk, az közel nem az, amit a DXN nyújtani tud. És ez az ASP, ez egy picit felnyithatja a szemünket, és mindenkinek egy olyan muníciót adhat, amiben nagyon-nagyon könnyű lesz szponzorálni, és amiben nagyon-nagyon könnyű lesz erről elépni mindenkinek. De nézzük a részleteket. Ugye június 1-től egy teszt már elindult Lengyelországban és Üzbegisztánban, és hát ezeknek a tapasztalatai, az első 3 hónapos tapasztalatait látjátok ezen a diasoron, szerintem elég beszédes. Ugye, tehát 300% fölötti forgalomnövekedés, és 177%-os új belépők növekedése. Fordítva mondom, hogy... És mennyire igaz? Mennyire igaz? De az a jó, hogy előttem van egyébként, úgyhogy még olvasni is tudnám. Most november 1-től Görögországba indul el, Spanyolországba és a Spanyolországhoz tartozó régiókba, tehát Franciaország, Portugália. Azért érdekesek ezek az országok, mert egyrészt érdemes gondolkodni benne, hogy ott is bárki, ha vásárol ilyen jellegű csomagot, és ti szponzoráltok, akkor ugyanúgy megkapjátok érte a jutalékokat. Tehát, hogy érdemes azért ezeket az országokat is figyelembe venni. És hát mi is az ASP? Az első és legfontosabb dolog, hogy majd százalékokra később megyek, hogy egy azonnali pénzkereseti lehetőség. Tehát ha most van itt köztetek olyan, aki úgy érzi, hogy hát jó lenne egy kis muníció, hogy az elmúlt egy évben, vagy másfél évben, most már nem is tudni, hogy mikor úgy nagyon-nagyon elszálltak az árok, és az, amit keresel, az nem ugyanaz az értéke, mint annak, amit kaptál, akkor tudd, hogy itt most heti szinten tudod, és tényleg csak rajtad múlik, hogy mennyire tudod megnövelni a pénzedet úgy, hogy bárkinek, ha ajánlod ezt a lehetőséget, ő nyer vele. Tehát olyan szinten nyer vele, és ezt a hírt kell nekünk mindenhova elvinni, hogy figyelj, most következő időszakban van egy olyan lehetőséged, hogyha te DXN terméket vásárolsz, ennek visszakapod az árát. És tudjuk nagyon jól, hogy mit tudnak a DXN termékei, ezt kell nekünk eladni. Tehát, hogyha az ingyent nem tudjuk eladni, akkor mit? És én ezért hiszek abba, hogy ezt itt mindegyikünk meg tudja csinálni. Mint ahogy a Zsuzsi mondta, hogy mindenki tud futni, csak időkérdése is, hogy honnan indul meg, hogy akár a gyaloglásból indul, de hogy mindenki képes valamilyen szintű eredményre. Azoknak, akiknek felajánljuk, akik mint vásárlóként vannak a DXN-ben, akik a termékek miatt vannak itt, azoknak pedig egy olyan lehetőség, hogy érdemes most meggondolniuk, hogy akár a többszörösét befektessék, vagy a többszörösét vásárolják annak, amiket megszoktak, mert ezeknek az értéke mind levásárolható az elkövetkezendő 3 évben. És hát ez mellé az ASP program mellett, ugye ez azért aktív szponzorációs program, egy olyan motiváció társul, amiért most nagyon megéri DXN hálózatépítőnek lenni. Nem ganoterápia, vagy ganoterapeutának, nem, bocsánat, tehát hogy nem akarok rosszul fogalmazni, tehát az mellett, hogy te a termékekről hogyan gondolkodsz, most igazán fölvállalhatod azt, hogy te egy DXN hálózatépítő vagy, egy DXN törzsvásárlói körnek és egy DXN üzletnek az építője vagy, mert ennél jobb lehetőséget jelen pillanatban a piacon senki, de senki nem tud kínálni. És akkor nézzük, menjünk bele a részletekbe. Hogyan is működik? November 1-től, ha akartad, ha nem, ha már regisztrált tag vagy, akkor beléptél a programba. Jó esetben, illetve minden esetben ez a program 3 hónapig tart jelen pillanatban, mert mivel benn vagy a programban, mindenféle kvalifikáció nélkül te megkapod azokat a jutalékokat, amelyeket az ASP program kínál, független attól, hogy te tudsz róla, független attól, hogy te vásároltál-e ASP csomagot. Tehát ez november 1-től elindult. Ami rossz hír, hogy az óra ketyeg, és azoknak, akiknek egyébként benn van, vagy akik már meglévő tagok, 3 hónapjuk van arra, hogy ezt a programot majd fenntartsák, és ezt a jövedelmet, jövedelemszerzési lehetőséget fenntartsák. Tehát, hogy
egy homokórát már megfordítottak, és ez elindult, és a negyedik nap vagyunk itt, de még mindig csak a premier. Ami változott a DSP csomagoknál, és ugye ez ismerni kell a DSP csomagokat, akik nem ismerték, azoktól most elnézést kérek, de a lényege az, hogy te korlátlan mennyiségben tudsz összeválogatni a Dixent termékek közül magadnak egy olyan csomagot, amire azt mondod, hogy ez az én ASP csomagom, amit csak egyetlen egyszer vásárolhatsz meg a Dixent pályafutásod alatt, és ennek az összegét az elkövetkezendő 3 hónapban levásárolhatod. Három évben levásárolhatod úgy, hogy minden egyes vásárlásodnál 10%-ot jóváírnak, egészen addig, amíg ez az összeg van. Tehát magyarán, ha te 300 ezerért fogsz vásárolni, akkor lesz egy 300 ezeres kereted, ami 10%-onként fogy el, tehát hogyha te 30 ezer forintért vásárolsz majd utána következő, akkor 3 ezer forintot mindig jóváírnak, és egészen addig, amíg ez a 300 ezer forint nem fogy el. Juditnak volt egy nagyon jó példája erre, hogy ma sokféle befektetés létezik. És most nem mondunk, hogy ilyen banki betétekbe és egyébekbe, hogy milyen kamatokat kapunk, de ugye az államkötvény az, ami a legjobban fizet, és azt hiszem 8%, ugye 8% az, amit az államkötvény, tehát messze kiemelkedően ugye a legjobb. De most azt gondoljátok el, hogy ha ti például szponzoráltok most, és bárkinek azt mondjátok, hogy figyelj, most használd ki, hogy Dixent terméket tudsz vásárolni, és a lehető legtöbbet vedd meg most, mert visszakapod ennek az árát, akkor 60% az esvértenek a 60% jutalékát kapod meg. És hasonlíts össze, hogy egy pici aktivitást beleteszel, mondjuk beleteszed az első 5 hónapodat, vagy beleteszel 1 évet, és majd tartod a programot, hogy milyen százalékos megtérülésre számíthatsz az ASP-vel kapcsolatban, összehasonlíthatatlan befektetés. Ráadásul ez nem arra az időszakra szól csak, hogy a pénzedet visszakapod, hanem elindítottál egy olyan folyamatot, ami akár generációkra oldja meg az életedet. És ilyenkor lehet, hogy most ezek a generációk nagy szók, de többen vagyunk itt, akiknek a gyerekei már élvezik ezeket a generációkat. És akár Istvánékről is beszélhetünk, Józsékről is, a saját példánk is, hiszen bátran elmondhatom, hogy a legjobb vezetőim közé tartozik a saját fiam. Tehát valóban generációkban tudunk már gondolkodni abban, hogy ez az üzlet mit tud. És megyek tovább, bocsánat. Hogy nézzük meg, hogy mi az, amit te tudsz kapni, hogyha valaki ASP csomaggal szponzorálsz, és ASP csomaggal regisztrál be hozzád ezentúl, mondjuk a holnapi naptól kezdve. Te azt kínálod neki, és azt tudod mondani, és így tudunk szponzorálni, hogy nincs jobb lehetőség, mint most csatlakozni a Dixent üzlethez. Így van? Tehát eddig is így volt egyébként, mert ingyen lehetett, egyébként ingyenes regisztráció volt, és ha egy terméket vásárolt, egy terméket, tehát bármit megtehetett, semmiféle kötelezettség nem volt. De most tényleg mindenkinek érdemes elgondolkozni azon, hogy ebben az ASP keretben, amit életében egyetlen egyszer felhasznál, hogy milyen mennyiségű terméket vásárol meg, és miket vásárol meg. De mi ezt fel tudjuk ajánlani bárkinek, aki itt van, és szerintem az előző 3 előadás csak arról szólt, hogy a Dixent termékei mennyire jók, mennyire hatékonyak, és mennyire megéri használni. És ezt tudjuk mondani egy kívülállónak, hogy figyelj, hogyha most ezeket vásárolod, akkor ezt te a következő 3 éven belül visszakapod annak az értékét, amit most vásárolsz. Egyetlen egy kötelezettség van, hogy minimum 100 pont értékben kell vásárolni, felső határa viszont nincs. Nem fogok meglepődni egyébként, hogyha lesznek olyanok, főleg vezetői körbe, vagy azok, akik megengedhetik maguknak, akik több 100 000 vagy akár elérő 1 millió forintért is fognak termékeket vásárolni. Bocsánat, köszönjük szépen a visszajelzést. Tehát akkor ez egy valós dolog, nem csak az én gondolatom, de az én fejemben is megfogalmazódtak ezek a dolgok, mert ez egy befektetés. Olyan befektetés, amit visszakapsz. Minél nagyobb értékben vásárolsz magadnak terméket, annál többet fogsz visszanyerni. Logikus, hogy ne a konyhaasztalról vedd el a pénzt, és senkit nem biztatok arra, hogy kölcsönkérjen azért, hogy egy ilyen csomagot megvásároljon, csak egyszerűen a józan gondolkodást helyezzétek előtérbe, mert sokkal jobban teszitek, ha Dixent termékben áll a pénzetek, mint mondjuk ezt sem merem kimondani, mert nehogy valaki belekapjon, hogy
Szóval, hogy minthogyha a bankba tennéd. Tehát, hogy most ez sokkal jobb befektetésnek tűnik. És hogyha valaki tíz szponzorálsz és vesz egy ilyen csomagot, ami neki jó, azután te az SV értéke után 60%-ot jutalékot kapsz heti kifizetéssel, tehát magyarán azonnal. Tudjátok, mit jelent ez a 60%? Egy gyémánt, ha szponzorál most egy újat, akkor 37% az, amit megkap az SV értéken. Egy gyémánt. Te, mint vadi új, vagy teljesen minden újrakezdő, vagy bárki 60%-ot. És ezt tudod hónapokra, évekre fenntartani magadnak, hogyha aktív vagy ebben az üzletben. Bődületesen nagy pénzkereseti lehetőség ez most jelen pillanatban. És én ez, amikor így először megtudtam, hogy elindul Magyarországon, akkor szerintem mindjárt érezzük a nyomást. Hatalmas nyomást érzünk, mert hogy ez egy olyan lehetőség, hogyha ez elszáll, akkor nem tudunk itt hibáztatni. Nem tudom azt mondani, hogy nem voltak megfelelőek a körülmények, nem tudok semmit elmondani. November 1-től ketyeg az idő mindannyiunknak, aki itt már regisztráltak, 3 hónapja van, hogy fenntartsa majd magát, és majd mondom a részleteket, hogy benn maradjunk minél tovább ebben a programban, mert minél tovább maradsz benn, annál tovább tartod fel ezt a 60%-os jutalékszintet. És képzeld el, hogyha egy évig fenntartod, vagy 2 évig, vagy 3 évig fent tudod tartani azt, hogy minden egyes új belépőd vásárlása után 60%-ot jutalékot kapsz, ráadásul ez elkezd másolódni a csoportba, el tudjátok képzelni, hogy hova lehet ebből eljutni? Egy év alatt egy ITSI útra. És ott kergethetnek benneteket is a majmok, mint ahogy... tehát, hogy... hát kinek mi maradt meg? De hogy értsétek, hogy ez most egy valódi lehetőség. Tehát, hogyha valaki idáig azt mondta, hogy mindig ugyanazok utaznak az ITSI-ra, meg minden, most egy év alatt meg tudjátok azt csinálni, hogy ti legyetek ott azon a repülőn, ami legközelebb felszáll. És nem csak a közvetlenek után kaptok természetesen, hanem a második szint után 10%, harmadik szint után 5%, és a negyedik szint után szintén 5%, és a dinamikus kompresszió, tehát az aktív szinteket figyelembe véve, tehát hogyha valakinek nincs meg a kvalifikációja, nincs meg a 100 pontja, automatikusan ő nem játszik ebben szerepet, tehát hogy kvalifikált tagnak kell lenni, tehát 100 pontértéknek mindenképpen meg kell lenni ahhoz, hogy a pontértéked meglegyen, vagy a játékban részt vehess. Jó kis játék egyébként. Amit tudnatok kell, és de ezt már mondtam, hogy automatikusan benn vagytok a programba. Tehát ez egy olyan játék, amire mindegyik kinevet a végén, mindenki játszott már ilyet, mindenki fölrakhat, ja, de ott azt hiszem 6-ossal lehet csak fölkerülni. Ja, igen. Tehát a 6-ost azt mindenki megdobta, mindenki fölkerült erre a kis kezdő 5-ösebb, ez pont a startfüzetésben van. Tehát mindenki ott van a start lépésre, és elindult az a folyamat. Mindenki egyetlen egy ASP csomagot vásárolhat az életében, illetve egy kódra, inkább azt mondom, hogy egy kódra, mert hogyha neked benn van az édesapád, nagymamád, kisfiad, mit tudom én, bárki, logikus, hogy családon belül, ugye ez nálunk is családon belül, ugye többet fogunk vásárolni, hiszen külön-külön is építjük az üzletet, de hogy ez egyetlen egy kódra, egyetlen egy ASP csomagot vásárolhatsz meg, tehát hogy jól lőd el, jól gazdálkodj ezzel az egyel, ezt mindenkinek javaslom. A programban ahhoz, hogy részt vegyél az első 3-os, sőt igazából egyáltalán nem kéne, hogy ESP csomagot vásárolj, mert te abnélkül is tudsz jutalékot. Tehát a jutalékot annélkül is megkapod, hogy te ESP csomagot vásárolnál. ESP csomagot azért éri meg neked vásárolni, mert hogyha te nem használod ki ezt a lehetőséget, hogy visszakapod annak az árát, amit egyszer vásárol, akkor magaddal szúrsz ki, na. Tehát, hogy de magához a programhoz, hogy jutalékot kapjatok, nem szükséges. Az ASP által, amit valaki vásárol, maga az SV értéke, az nem kerül be a hagyományos marketingterbe, hiszen kétszer a cég nem fizet bónuszt, ugye az ASP bónuszt fogod megkapni, a hagyományos marketingtervből külön ezért a forgalomért nem fogod megkapni, de mint említettem, magasabb lehet a szponzorálásuk után sokkal ez az ASP jutalék, tehát hogy nem is nagyon kell sajnálni. Viszont a pontértéke, és majd itt lesz egy csavar, be fog kerülni a hagyományos marketingterbe, sőt az első 3 hónapban, spoiler ezek egy kicsit, duplán.
de erre majd vissza fogok térni, hogy ez miért lehet érdekes. És az ESP által generált forgalom után is jár az ITSI pont, és ezért mondtam, hogy nem véletlen az, hogy jövő évtől elindul egy program, nagy valószínűség szerint, és én ezt most kimerem hangosan mondani, mert felvetésre került az Európai Marketing Manager által is, vagy igazgató által is, hogy utána következő jutalomút, mert ugye ez most eldőlt, ami decemberbe vége jött, az újra Malázia lesz, de az utána következő az nagy valószínűség szerint egy hajóút lesz, egy földközi-tengeri hajóút, ami elérhető pontértékkel lesz, tehát ilyen, én azt mondom, hogy ilyen 130-150 ezer pontérték között, de ugye a pontosat majd meg fogjuk tudni, ami nagyon őszintén mondom most itt bárki, ha újként van itt, és ezt a programot végigcsinálja, és benne marad, akkor ezen az úton részt vehet. És mi nagyon-nagyon dolgozunk rajta, tehát szerintem vezetők közül mi vagyunk a leginkább azon, hogy minél többen ott legyetek ezen az úton, hiszen nagyon nagy élmények ezek az úton, és nagyon jól érezzük magunkat, de tudjuk nagyon jól, hogy igazából ezek az üzlettársainkkal a legszebbek ezek az utazások. És jobb a Az első három hónapban azok, akik itt benn vannak már és DXN tagok, az első három hónapban automatikusan jár az ASP bónusz, utána viszont bizonyos feltételekkel tudod csak fenntartani. Aki új regisztráló, annak 5 hónap áll a rendelkezésre, de természetesen ahhoz, hogy 5 hónap után is fent tudja tartani ezt a jutalékrendszert, tehát ezt az ASP bónusz rendszert, ahhoz teljesítenie kell feladatokat. Nézzük meg, hogy hogyan kaphatsz jutalékot egy ASP csomag eladásából. Az első három hónap után, ha új tag vagy, és az első 5 hónap után, ha meglévő tag vagy, és az első 5 hónap után, hogyha új tag vagy. Az első három hónap alatt legalább 6 új tagot kell regisztrálnod, 100 pontértékkel. És ami ebben pozitív, hogy nagyon sokáig azt hittük, hogy ez először Magyarországra vonatkozik, aztán ugye Európára vonatkozik, de egy nagyon-nagyon jó hír, és az információ, ami Judit utána járt, hogy bárhol a világban, ha 100 pont értékkel, tehát azzal az értékkel, amit Európában 100 pont érték, mert van egy-két eltolódás mondjuk Indiában és máshol, ahol egy picit más a pontértéknek a mértéke, de ha 100 pont értékkel bárhol a világban szponzorálsz az elkövetkezendő három hónapban 6-ot, akkor te fönntartod az utána következő hónapban a jogosultságot. És ha a negyedik hónaptól pedig minden hónapban 3 olyan új tagot kell behoznod, aki 100 pontértéket, nem feltétlenül ASP, de 100 pontértékű vásárlást egy hónap alatt akár több számlán is, de elér. Na ez az a motivációs rész, amire én azt gondolom, hogy igazán figyelnünk és fókuszálnunk kell. Most egy olyan időszak következik, amiben vagy magam egyes személybe beszélek, vagy elkezdek dolgozni, vagy kiengedtem a kezemből egy olyan dolgot, amire azt mondom, hogy a DXN üzletnek a legnagyobb lehetősége volt. És azért mondom, hogy egyes személy első személyben, mert most nem akarok senkire sem ugyan mutogatni és nagy terhet rakni rá, de ezt ti is mondogatjátok magatoknak így egyes személy első személyben. Ha ezt elengedem, ezt a lehetőséget, akkor a DXN legnagyobb lehetőségét engedtem el, ami valaha kaptunk és valaha ért minket. Tehát ez most november 1-től valóban egy pénzgyár lehet mindenkinek, egy nagyon-nagyon jó kereseti lehetőség, és mondom ezt azok után, hogy már láttátok azt, hogy a termékek mit tudnak. Tehát, hogy csak önmagában, ha ez a program nem lenne, akkor is azért vagyunk itt, mert eddig is tettük, és eddig is csináltuk a dolgunkat, eddig is ajánlottuk másoknak. De ezt most tudatosan megcsináljuk. Ha tényleg odafigyelünk, hogy igen, csinálunk egy listát, hogy kinek tudok ebben akár a jövő héten szólni. Annyira megmozgatta a fantáziánkat, hogy például idefelé a Tündivel mi már azon gondolkoztunk az Úristen, hogy milyen listákat fogunk újra átnézni, hogy kikkel kell újra beszélnünk, hogy kinek kell ezekről a lehetőségről tudnia. Mert én hiszek abban, hogy csak az az ember nem fog erre valamilyen formában felfigyelni, akinek nem szólunk. Higgyétek el, bárkinek el fogjátok mondani azt, hogy vásárolhat DXN termékeket, és ennek visszakapja az árát, a vásárlásának az árát. Nem lesz olyan ember, aki nem reagál rá. Nem fogja mindenki megtenni, tehát abban ne bízzunk, de abban biztos vagyok, hogy ez a százalékos arány, akinek most szóltok, hogy hány vásárló lesz belőle, ezek nagyon-nagyon meg fognak növekedni. Úgyhogy tehát a
az új tagoknak a negyedik hónaptól, a meglévő tagoknak negyedik hónaptól, az új tagoknak pedig a hatodik hónaptól kell ezt a három regisztrációt létrehozni. Az új tagoknak egyébként az első 5 hónapban 5 új közvetlenre van szükségük ahhoz, hogy ezt fenntartsák. Na de joggal mondhatja azt bárki, hogy te úristen, hogy azért ezt folyamatosan fenntartani egész évben, azért hát ezek szerint el kell mennem ITSI útra, és akkor ugye akkor is kiesik a dolog, szülni fog az anyósom, vagy mindenkinek szokott lenni olyan kifogás, ami volt. Lehetőségetek van egy naptári évben 2 alkalommal, 2 hónapra azt mondani, hogy én ezt nem teljesítem, vagy nem tudom most teljesíteni, és szüneteltetni, ezt az Evertben kell jelezni minden hónap 5-éig, hogy szüneteltetni szeretnétek azt a hónapot, és akkor nincs az a 3 új regisztráció elvárás, viszont bennmaradsz a programba. Ami fontos, hogy ezt nem teheted meg, mit tudom, decemberben már, jó? Tehát a első 3 hónapban a meglévő tagok nem mondhatják, illetve az első 5 hónapban az újak sem. Jó? Tehát utána már igen. Úgyhogy ezt tudd, hogy januárig itt most mindenkinek, mondogass magadon, nekem januárig 6 új regisztráltat kell hoznom 100 pontértékkel ahhoz, hogy februártól is meg fogjam kapni azt a 60%-os bónuszt. És ez egy nagyon-nagyon jó pénz lesz nektek, majd meglátjátok. Tehát, hogy ha az első 3 hónapot megcsináljátok, én biztos vagyok benne, hogy ebből senki nem akar kiesni. Tehát senki nem akarja a pénztárcáját odaadni másnak az utcán. Tehát, hogy ez egy olyan program lesz. Ugye a felfüggesztésről akkor beszéltünk. Na hát, és itt jön a dupla pontérték. Ki az, aki itt legalább Rubin szinten van? Most nézem, hogy kik lesznek gyémántok a februári színpadon. Ja, bocsánat, csak, akkor nem csak, mert a Rubin is nagyon-nagyon szép szám, de jelen pillanatban a Rubin szinten van. Jó, ők biztos, hogy februárban gyémántként itt fognak állni a színpadon. Megjegyeztem ám az arcokat. Tiedet meg külön, Niki. De aki jelen pillanatban a Star Agent szinten van, szuper. Ti is 3 hónapon belül mindenképpen lehettek gyémántok. Csak abba gondoljatok bele, hogy duplázódnak a pontértékek. Ha most valaki egy ASP csomagban 500 pontértékért vásárol, az 1000 pont. Az azt jelenti, hogy 5 olyat szponzorál valaki egy lábon, ami 500 pontértékes ASP csomagot vesz meg, és a 4500 pontérték ott van. 5 regisztrált 500 pontértéke. Ti tudjátok a legjobban, hogy 500 pontértéket úgy, hogy visszakapják az árát, tehát levásárolt az ára, mennyire lehet szponzorálni. És ez egy láb. És ezt megcsináljátok most vadonatújjan, megcsináljátok 6 lábon, akkor ti itt fogtok februári rendezvényen, mert gondolom lesz, ugye Gábor? Akkor itt fogtok... Márciusban, születésnapon, igen. Akkor itt lesztek gyémánként. És ez az óriási. Én majd fogok mutatni nektek egy Excel táblát, hogy min és hogyan érdemes vezetni ezt a gyémánt tervezőt. Én nagyon tudom, hogy milyen ereje van ennek, hiszen addig a folyamatig, amíg mi a koronás gyémántot elértük, ezt napi szinten ott volt, ki volt függeszve a falra, mindenhol ezt néztük. Sajnos utána levettem a falról, kár volt. De hogy egy hihetetlen jó fókuszt ad, hogyha ezt a programot végigviszed, és ezzel a dupla, ez a következő 3 hónapos dupla pontértékkel mindenki nagyot tud lépni. Na most ez az, ami nem jön vissza. Tehát ez most az ASP program bevezetésénél január 31-ig így van, és ha ezt kihasználod, akkor na is itt lesznek nagy, azt gondolom, hogy átrendeződések. Tehát itt olyanok fognak közületek feltűnni, akik még nincsenek is a színpadon, vagy nem is láttuk, vagy nem is gondoltuk róluk, hogy úristen, ti itt lesztek, és lehet, hogy olyanok, akikről megvárjuk, meg nem fog történni semmi. Tehát ez csak ott belül most, hogy te mit érzel erről a programból saját magadban, az fogja eldönteni, hogy melyik kategóriába fogsz tartani. És ezt tényleg nem tudom, hogy mennyire lehet ennek a fontosságát most kiemelni, de ez a következő 3 hónap, ez nagyon-nagyon fontossággal bír a te életedbe és az én életemben is. Persze te döntöd el, tehát hogy ezt inkább az én életemben mondom. A
következő időszakban nagyon felturbozzuk annak a lehetőségét, hogy te és a te érdeklődőid minél több helyen, és minél több formában, minél több szájból halljanak az ASP programról, úgyhogy minden hétfőn 19 órától érdeklődőknek tartjuk, tehát olyanoknak, akik nincsenek benne a DXN hálózatában jelen pillanatban. Azért vettük külön a regisztrált tagoknak pedig csütörtökön 19 órától, mert azok, akik még nincsenek benn, óhatatlan, hogy egy picivel több információra van szükségük a DXR-ről, a környezetről, és egyáltalán az, hogy miért is kellene nekik DXN termékeket vásárolni. És szintén szeretném megköszönni Juditnak, mert összerakott egy olyan prezentációt, amit mindenkinek javaslok. Én is sokáig gondolkodtam, hogy ugye mindegyikünk egy picit mást mond, mindegyikünknek egy picit más a motivációja, mindegyikünk egy picit mást ragad meg abból, ami van, de egy olyan zseniálisan és részleteikben, és tényleg minden aprósággal összeszedett prezentációt rakott össze, amit tényleg javaslok mindenkinek, és ezt is szeretném Juditnak megköszönni. A következő, ugye a hétfői érdeklődőknek azt én fogom tartani, és a munkatársaknak pedig az ESP-ről, hogy mit, hogyan érdemes csinálni, hogyan tudsz fókuszálni, miket érdemes magadnak megtenni, mert itt ti tudjátok a legjobban, és a Zsuzsi beszélt erről, csak ugye én már tudom mindig a futásról átfordítani a dolgokat az üzleti dolgaimra is, mert részese vagyok mind a kettőnek. Tehát én a Zsuzsitól annyi mindent tanultam, amit hasznosítok a DXN üzletben is. És ugye ő is azt mondta, hogy kell egy cél, mert ha nincs meg a célod, akkor nem mész ki esőbe futni. És azért valljuk meg, november, december, január nagyon esős. És most fordítsátok le a saját életetekre. Decemberben ott lesz a karácsony, ajándékvásárlás, mindenféle nyűg. Januárban ki kell hevernetek a másnaposságot, az elején meg mindent. Tehát egy csomó olyan probléma halmozódik fel az elkövetkezendő három hónapban, ami elveheti a fókuszotokat. Rengeteg dolog lesz. Tehát a kismajom az mindig ott fog kopogtatni a vállatokon, hogy inkább takaríts ki a lakást, ugye, teljes egészében, mint hogy le kéne mosni az autót, és minden ott lesz. Minden el fogja vinni a fókuszotokat, mint hogy ráírni valakinek, meghívni valakit a webkonferenciára, ráadásul nagyon sok városban lesz most, és reméljük, hogy egyre több város jelentkezik be, hogy tartsunk ott is élő bemutatókat, hogy egy csomó dolog lesz, ami elvonja a fókusz. De tudnotok kell, hogy ez a három hónap megváltoztathat mindent. Mindent az életeteknek a menetét, a jelenlegi helyzeteteket, mindent megváltoztat ez a három hónap, hogyha erre odafigyeltek. Ezek a helyszínek, amik jelen pillanatban fixek, november 10-e Kaposvár, 18 óra, november 16, a Debrecen, bocsánat, az átkerül majd, vagy december 7-e, 8-ára, remélem, hogy sok olyan van, aki debreceni érdekeltségű is. November 18-a egy időben lesz Szeged és Szolnok 3 órakor, 3 órakor kezdődik ugye a Szeged is. November 21-én Pécsen 16 óra 30-kor, Pakson 18 órakor, ha jól tudom, igen, úgy tudom, hogy 18 órakor, illetve november 22-én Miskolcon 18 órakor. Ezek a fix helyszínek, erről a plakátok legkésőbb hétfői webkonferencián már ki fognak kerülni, illetve mindenkihez eljutatjuk, hogy meg tudjátok osztani. A plakátokhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy a közösségi média az egyik legnagyobb erősségünk, azt gondoljuk. De azt tudnotok kell, hogy ha kiteszitek a profilotokra, nagyon-nagyon kevesen látják, akikre ti szeretnétek, hogy lássák, mert egyszerűen ilyen a beállítása. Tehát a Facebook az nem egy tulajdonképpen ingyenes szolgáltató, de már rég átment egy hirdetési platformá, ha nem fizetsz, akkor nem is láttad. Ezt tudomásul kell venni, tehát hogy én mindenkinek el szeretném venni a hitét abban, hogyha azt gondolja, hogy csak kitesz egy plakátot a saját profiljára, akkor minden ismerőse tudni fogja azt, hogy ez a rendezvény van. Én mindenkinek azt javaslom, hogy tegye meg azt, hogy felveszi a kapcsolatait, akit szeretne meghívni, írja meg, hogy tényleg egy egyedülálló lehetőség. Minden rendezvény mellé azért tettünk ganoterápia előadást is,
hogy vonzó legyen termékoldalról, és megszólítható legyen mindenki, de a cél az, hogy aki eljön és megnézi a ganoterápiát, beleszeret a termékekbe az alatt az előadás után, azoknak adjunk egy olyan lehetőséget, hogy most tudsz vásárolni úgy, hogy visszakapod az árát annak, amit vásárolsz. És ez a rendezvény célja, és higgyétek, egy hatalmas nagy eredményt lehet elérni azzal, hogyha ezt a programot végig tudjuk csinálni. És ezért biztatok mindenkit, hogyha ha te városodban még nincs ilyen előadás, akkor kezdje nézelődni, hogy hol lehet ezt megcsinálni. És igen, és egy 20-25-30 főt, hogyha össze lehet már hozni és toborozni egy terembe, és ennek csak a felét el tudjuk indítani SP programmal, akkor te tudod, hogy a pénztárcádon mennyit segíthet egy ilyen. Csak a 60%-okból indulj ki. Tehát, hogy mindenkinek egy picit így szeretném erre is a gondolkodását fölhívni. És hát megint a Juditot kell megemlítenem, mert ez is az ő munkája, hogy létrehozott egy olyan csoportot, és nem csak létrehozott, hanem élőben tartja, aktívan tartja. És ez a dxnasp.hu Facebook oldal, ugye ez nem nyilvánosan nem elérhető, ide meg kell, hogy hívjon valaki. Tehát ha te még nem vagy meghívva, akkor azon nyomba keresd meg a felső vonaladat, ha itt vagy, hogy engem SOS-be hívjál meg, mert itt napi szinten kerülnek fel új információk és hírek a rendelési lehetőségről, hiszen azért tudjuk nagyon jó, hogy az első napokban ez nem volt egy sima ügy. Viszont már rendelhető, megoldható, és megvannak az információk, hogy hogyan tudsz rendelni ASP csomagot, és tényleg azt gondolom, hogy most az iroda minden szempontból erre választ adott, és megfelelően reagált, tehát hogy nincs olyan platform, ahol nem tudnánk ASP csomagot vásárolni. Jó, tehát ez egy privát csoport, de mindenképpen ne, hogy mondjam, úgy hív meg ide az embereket, hogy csak így ráböksz és meghívsz, hanem jelezd felé előtte, hogy miért is akarod meghívni, és miért szeretnéd ebbe a csoportba meghívni. És egy picit a saját vásárlásról, hogy hogyan érdemes gondolkodni abban, hogy a te ASP csomagod milyen értékű legyen. Nagyjából ugye a 100 pont érték mindenképpen kell a jutalékjogosultsághoz. Mi ezt így nagyon-nagyon bőven számoltuk, hogy az nagyjából 50 000 forint. Lehet ez jóval kevesebb is, meg lehet több is, attól függ, hogy milyen termékeket vásárolsz. De nagyjából azt gondolom, hogy aki, hogy mondjam, egészségügyileg, vagy egészség szempontjából aktív, ez egy család szempontjából, hogy ne vásároljon 100 pont értéket, elképzelhetetlen. Na most ez az 50 000 forint per hó, ha a következő 3 évre levetíted, az 1 800 000 forint. Ez egy klassz kimondani, nem, hogy ennyit költesz DXN termékekre. De azt is tett hozzá, hogyha te hálózatot építesz, és olyan tudatos emberekkel, akik szintén ezt megteszik a saját családjuk egészségéért, már pedig megteszik, akkor add oszta azt a forgalmat és azt a jutalékot, amit te ebből ki tudsz venni. Tehát ne azt nézd, hogy ez neked mennyibe kerül, hanem azt nézd, hogy te mennyit tudsz ebből kivenni, és mennyit tudsz hasznosítani. Mert akárhogy is nézzük, a DXN az nem egy Tesco kártya, hanem egy üzlet. Tehát a Dr. Lim nem azért küldte ide a termékeket, egy hálózat által, hogy eladja a termékeket, mert akkor bevitte volna bármelyik nagykereskedelmi boltba, hanem nekünk adott lehetőséget azzal, hogy ezzel mi pénzt keressünk. És így tekintsd ezeket az összegeket is. Tehát ha 36x50 ezer forint 1 800 000, és mivel ezt 10%-onként vissza tudod kapni, tehát a 10% levásárlást, ez 180 ezer forint, és hogyha ezt a 180 ezer forintot te minimum elköltöd erre a vásárlásra, plusz hozzáadod mondjuk az adott havi 50 ezer forintodat, mivel rögtön bekerült, tehát te ezzel a 100 pont értékedet megvásárolod, amikor egy ASP csomagot vásárolsz, az 230 ezer forint. Én így gondolom, hogy egy ilyen értékű vásárlást érdemes megtenni azoknak, akik rendszeresen a 100 pont értéket megvásárolják maguknak. Tehát ez egy számítás, ez nem egy kötelezettség, nem egy kötelező, hanem egy józan paraszt észre való számolás, mert ez neked ingyenbe lesz. Tehát ez visszajön, tehát ezen te nem fogsz veszíteni. És hát miért ne legyen nekünk egy olyan koronás követünk, aki rögtön kitalál erre, hogy hogyan tudod ezt nagyon-nagyon hatékonyan felhasználni, és hogyan tudsz ebből igazán jó üzletet építeni. Talán aki az elmúlt 14 évben itt volt, és emlékezett a kezdetek kezdetére, volt egy ilyen szlógenünk, hogy 3 doboz kávé, 1 kúra. Hasítottunk. Tehát, hogy valakivel találkoztunk, figyelj, veszel 3 dobozzal DXN kávéból, az olyan, mintha egy kúrát végigcsinálnál.
Mi ezt egy picit háttérbe szorítottuk, mert jött a ganoterápia, jöttek a kapszulák, a porok, amik minden, és teljesen jogosan, tehát hogy olyan terápiás dolgokat tudtunk, és olyan dolgokat tudunk megoldani a termékekkel, de egy dolgot ezért szeretnék elmondani, itt Maláziában a tengerparton, ahogy így nyaldasta a tenger a talpamat, elkezdtem számolgatni, hogy a 3:1 kávéban 2%-nyi a ganoderma. És azért lettem nagyon-nagyon dühös, mert az egyik kedves üzlettársam itt él, de úgysem mondom meg, hogy ki az, írta, hogy kevés benne a ganoderma. Kevés, kevés. Hát tudjátok, hogy 21 gram egy zacskó kávé, igaz? 2%-a az 4,5 mg, tehát nem gram, 4,5 mg. Egy kapszula 3 mg. Ami azt jelenti, hogy másfél kapszulányi ganoderma van egy 3:1 kávéban. Tehát ha valaki vesz egy zacskó kávét, akkor olyan, mintha egy 30-as ganoderma kapszulát ott beledobálnának abba a zacskóba. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy a kávé drága, vagy a prevencióra nem alkalmas, nekem nagyon tetszett a Gyulának az például, hogy előhúzza. Tehát két zacskó kávét valaki megöszi, és prevencióról beszél, nem gyógyításról, és nem az, hogy valaki ebbe meg, csak prevencióról. Iszonyú sokat teszel az egészségedért, meg abban, hogy az immunrendszeredet karban tartsd. Csak ezzel, hogy kávé. Tehát, hogy ne vegyük el a kávénak a jelentőségét ezzel kapcsolatban. És hát ugye 230.000 forintért pont 28 darab Lingzi Coffee 3:1 tudsz venni, amit ha felhasználsz üzleti megkeresésre, és azt tudod mondani, hogy 28 embert megkeresel, és 28 embernek odaadsz egy doboz kávét, hogy figyelj, teszteld le, idd meg tényleg, fogyaszd el. És amikor elfogyasztottad, akkor eldöntöd, hogy kifizeted mondjuk rendes áron, tehát hogy kiskereskedelmi áron, vagy nagykereskedelmi áron, és elkezdesz így hálózatot építeni, hogy odaadod, mert van mit. Mert ha nincs, akkor ugye mit adunk oda? Általában vannak a trájpakjaink, amikkel nagyon spórolunk, és amikor elfogyott otthon a kávénk, magamról beszélek, akkor kilopkodom azt, amit én használok, és ilyen egy-kettő marad benne a végén. Tehát, hogy nem igazán arra használjuk a trájpakot sem, amit szeretnénk. Viszont ha valakinek odaadsz egy doboz kávét, és azt mondja, egyébként tényleg az a tapasztalat, és Lacinak is, de egyébként így van, hogyha valakinek odaadsz, nagyon, hogy mondjam, ilyen olyannak kell lennie, hogy én ezt most nem akarom kifizetni. Azon nyomban nyúl a pénztárcára, és valahol ki akarja fizetni, tehát ha valakinek így az, mert tudja, hogy értéket adtál. Főleg, hogy el is mondod, hogy értéket adtál. És ezzel elkezdesz dolgozni, ez már egy nagyon-nagyon jó út lehet az offline megoldás felé. És Kocsó Laci felajánlott egy olyan dolgot, hogy aki ezt megteszi, és be is mutatja, tehát hogy a számlámba mutatja, hogy ő mondjuk 28 doboz 3:1 kávét vett, akkor ő ahány kávét vettél, természetesen ez a minimum, a 28 darab, akkor annyi könyvet fog hozzáadni, hogy egyszerűbb legyen, hogy amikor odaadod a kávét valakinek, akkor egy könyvet is oda tudsz neki adni, hogy figyelj és egy picit olvasd el, hogy milyen is az, milyen a mi gondolkodásunk arról, hogy miért is építjük, és hogyan is lehet egy jó network marketing hálózatot felépíteni. Jó, tehát ezzel lehet élni. Egyébként, ha jól tudom, van itt, nincs könyv. Laci, nem, oké, nincs, de az a lényeg, hogy ezt bárki a Lacinak elküldi, akkor természetesen eljutatja hozzá ezt a könyvet. Tehát tudjatok róla, hogyha netánten ez a program tetszik, akkor a Laci felajánlása. Ez volt. És nagyon, nagyon zseniális ez a TED videó, ez tényleg érdemes mindenkinek, hogy mondjam, megnéznie, már csak azért is, mert egyébként a halogatásnak én is vagyok. Hát ennyire a nagymestere nem tudom, de egyébként én is nagyon jó vagyok benne. Tehát, hogy fantasztikusan jól félre tudom tenni azokat a dolgokat, amik így nagyon-nagyon fontosak, és ugye az igazán atípusú feladatokra, amikre szükség van, azokat meg mindig azt mondom, hogy majd megcsinálom délután, vagy elvégzem ezt a C-típusú, ugye semmit nem érő meg, teljesen mindegy, hogy elkészült, hogy nem feladatokat, és utána nyúlok csak az atípusú feladatokhoz. És ezt érdemes végignéznetek, mielőtt nekiálltok, mert nagy szükségetek lesz rá a következő 3 hónapban, és nekem is nagy szükségem lesz rá.
Tehát ez a 3 hónap az a fókuszról fog szólni azoknak, akik ezt ki akarják használni. És nagyon-nagyon jó ötleteket, tippeket is kaptok arra, hogy hogyan tudjátok a saját gondolkodásotokat vagy az élméteket megváltoztatni ezzel kapcsolatban. Amit én még javaslok, hogy érdemes mindenkinek átnézni a jelenlegi saját hálózatát. Főleg azért, mert ez jelen pillanatban már megvan. Az én tapasztalatom az, hogy rengeteg olyan vásárló van, és talán lehet, hogy az irodában ezt még inkább meg tudják erősíteni, hogy szerintem nagyon sokan mennek be úgyis a shopba is, hogy nem tudják a kódjukat, nem tudják, hogy mikor vásároltak utoljára, hogy be vannak-e regisztrálva, vagy egyebek. Mindenkinek a hálózatában, főleg akik régóta ott vannak, egy csomó olyan ember van, aki csak azért nem vásárol DXN terméket, mert nem szólnak neki, nem találkozik vele, hogy nem jut eszébe, hogy rendelhetne, és pont ezért ugye nem is jut el az inger hozzá. És ez a 3 hónapnak lehet egy olyan feladata, hogy ezt az ingert mindenkihez eljuttatni, aki ilyen pillanatban már ott van. Tehát nézd át az e-worldbe a saját hálózatodat, próbáld meg megkeresni, tudom, hogy nem egyszerű megkeresni, mert ugye az e-world elveszi a lehetőségét, hogy ott legyen a telefonszám és az e-mail cím. Ezen lehet most, hogy mondjam, bosszankodni, meg reklamálni, meg minden, nem tudunk vele mit kezdeni. Egyetlen egy dolgot tudsz, hogy ezeket az embereket megnézed, hogy elérhető a Facebookon, vagy bármilyen platformon, és egyszerűen elkezdesz ráírni. Én nemzetközi hálózatban is csinálok így, és meglepő eredményeket, tehát a tűnén nagyon-nagyon jó, meglepő eredményeket értem el már úgy, hogy megtaláltam valakit Facebookon, fölvettem a kapcsolatot, és azóta már 2-3 ezer pont vásárlás van 4 hónap után. Tehát, hogy ha az emberek nem kapnak ingert a DXN termékeiről, akkor nem is fognak vásárolni. És nekünk ez a feladatunk, hogy ezt az ingert most minél gyorsabban ebben a 3 hónapban elérjük velük kapcsolatban. És érdemes azt is végignézni, hogy eddig kit szólítottál meg eddig a DXN üzlettel, hiszen ez egy más pálya most. Tehát az, hogy valakinek azt mondod, mert ugye volt a DSP is egy nagyon jó lehetőség, hogy ugye visszakaphattuk, csak főleg amióta az utolsó időszakban megváltoztatott, és még olyan termékek kerültek be, amik sajnos meg őszintén vagy szükség volt rá, vagy nem, az nem erősítette a motivációnkat azzal kapcsolatban, hogy a DSP-vel eredményeket tudjunk elérni. De itt, hogy az ASP-be mindenki azt választja ki, amire neki van szükség, amire neki kell, az egy óriási dolog, úgyhogy hogy mindenkit néz végig, akit megszólítottál idáig, mert ez az új lehetőség, új szansz, sőt, neki is új szansz, mert hogyha valaki így vásárol, én nem hiszem el, hogy ő, ha felhívod rá a figyelmét, hogy 60% bónuszt kaphat utána, nem teszi meg a saját ismereti vagy a kapcsolati körében. És hát a Laci ugye nagyon jól tudta ezt, hogy nincs olyan ember, aki... Itt ki az, aki nem kávézik? Nyugodtan hagyj fenn, mert ketten vagytok. És ez semmi baj nincs vele, tehát én nagyon tisztem azokat, akik nem kávéznak, én kávézom. De nincs ezzel baj. Ezt csak azért akartam, hogy lássátok, hogy ez a statisztika odakint is. Tehát ha a kávéhoz nyúlunk, és főleg azzal az információval, amit tudunk, tehát hogy a prevencióra tökéletes, tehát nagyon-nagyon erőteljes lehet, hogyha tényleg valaki átáll és a DXN kávét használja, nagyon sok embert meg lehet szólítani ezzel. És érdemes elgondolkodni azon is, hogy neked mi a legkönnyebb. Tehát nekem biztos, hogy a sportolókhoz a legkönnyebb szólnom, mert jelen pillanatban abban vagyok benne. Tehát, hogy imádok én is futni, imádok mozogni, és tudom azt, hogy nekem mit jelentenek, nem véletlenül raktam én is ki. Egyrészt azért, mert szeretném, hogyha ha minél többen látnék, másrészt segítségnek akartam az előadóknak, de nem használták. De például a Green Mix-et folyamatosan minden alkalommal iszom. Tehát nekem ez könnyű, meg jó reklámfogás, hogy ezt használjam föl. De nektek is nem tudom, milyen foglalkozásotok van, nem tudom, milyen hobbitok van, de mindenkinek megvan az a köre, ahol most megtalálhatja ezt. És hogyan lehet rendelni csomagot? Szerintem remélhetőleg már mindenkihez eljutott, hogy a rendelési telefonszámok változtak, és én most nyilvánosan ezt hagy köszönjem meg Istvánéknak, hogy az elmúlt, nem ezt, mert nem tudod, hogy mit akarok megköszönni,
hogy az elmúlt egy hétben vagy két hétben kaptam csomagokat, talán felfedeztétek, hogy mi van a csomagon, zseniális, tehát hogy köszönjük a vásárlást és a DXA Europe és a telefonszáma, ez egy óriási ötlet volt, úgyhogy ezt nagyon köszönjük. Annyi még a visszajelzésem, hogy lehet, hogy azért úgy kéne valahogy ragaszgatni, hogy ezt ne ragasszuk le ezt a részt, mert úgy erre rákerül, de ez mondom, tehát maga az, hogy ez így megvalósult, és ott van a dobozon, amit kiküldünk, tehát hogy ez már egy nagyon-nagyon jó. Tehát ha bárki rendel, akkor a dobozon már ott lesz ez a telefonszám. Budapesti irodát, azt, akik budapestiek úgyis ismerik, és már online is működik, tehát hogy le tudod adni az ESP csomag regisztrációdat, vagy rendelésedet, csak a szállítási információkba be kell írni, hogy ESP megrendelés. Ha nem írod be, nem kerül ESP-be, jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy neked ott jelezned kell még jelen pillanatban. Bármilyen módosulás lesz, bármikor az e-Word-ben megtörténik már a változás, és ez föl lesz, azt természetesen jelezni fogjuk. És ez szintén a Juditnak a munkája, de ezt szeretném megosztani, hogy javaslom, hogy ezt mindenképpen kérd el a felső vonattól, vagy töltsd le az ESP csoportból, mert fent van, hogy hogyan tudod igazából saját magad motivációját fenntartani. És ezt javaslom, hogy ezt tedd ki a hűtődre, ha a hűtőt nyitogatod a legtöbbször, vagy a bejárati ajtóra, vagy a tükörre, vagy bárhova, de lásd, hogy minden nap, hogy az időt fogy. Tehát tudd, hogy neked a következő 3 hónapban 6 embert kell szponzorálnod 100 pontértékkel, és hogy ez legyen kinn ott neked fókuszként. És vezesd a belépés dátumát, hogy meglegyen a minimum 100 pontérték, mert lehet, hogy nem 100 pontértékkel lép be, de akkor kövess nyomon, és figyelj arra, hogy a hónap végére meglegyen a 100 pontérték, mert ugye ennek a 6 embernek, akit neked regisztrálni kell, nem kell, hogy egyszerre vegye meg a 100 pontértéket, egy hónapban kell, tehát az adott hónapban kell, hogy meglegyen a 100 pontértéke. És hát természetesen a 4. hónaptól is ugyanúgy folytathatod, és minden egyes hónapnak legyen meg a fókusza, és kövesd. És a másik, amit viszont nagyon-nagyon javaslok, hogy az első 3 hónapban a pont duplázásnál nézz, ez pedig a gyémánt tervező. Ezt most, hogyha hazamész, nézd meg, hogy hány frontvonalad van, és milyen a frontvonalnak hány pontértéke van. Ezt mondjuk írd fel, ha te jelen pillanatban egy Star Agent vagy, és van 6 frontvonalad, akkor gyönyörűen írd oda fel a 6 frontvonaladnak a nevét, és írd be, hogy hány pontértéked van. És kezdj el azon dolgozni, hogy ezek a frontvonalak rendeljék meg az ESP csomagot az első 3 hónapban. Jobb, hogyha rögtön az első hónapban megrendelik, mert ugye dupla pontértéke van. És csak egyetlen egy dolgot, ezt már az elején elmondtam, hogy ha 500 vagy 1000 pontértékkel rendel valaki, és az megduplázódik. Tehát ha már pedig azért 1000 pontérték, és nagyjából hát mennyi 400 ezer forint értékű termék. Tehát szerintem most nem mondom, hogy ez minden gyakori lesz, de hogy ha valaki abban gondolkozik, hogy befektetésként és ez a terméket így is úgy is el fogja használni, meg fel fogja használni a család, vagy esetleg üzletet akarok vele építeni, akkor nem olyan bonyolult, de rögtön 2000 ponttal ugrik egy frontvonaladnak a pontértéke. Tehát te itt vagy, és mondjuk van 6 frontvonalad, ilyen 500, 1500, 2000 pontérték között, de úgy, hogy most még el se képzelted azt, hogy valaha gyémánt lehet, sőt, el se tudod magadról képzelni, 3 hónap múlva ott állhatsz a színpadon. És most ezt add el magadnak. És ezt is föl fogjuk tölteni majd egy picit korrektebb formában. Juditra nézek mindig, hogyha korrekt formáról kell beszélni, de így van, vagy a Csillára, ez a két variáció, amikor valami küllem és harmónia kellene, hogy megjelenjen a monitorom. De hogyha ezeket elkezditek használni, és tényleg most abban gondolkodtok, hogy ez az én lehetőségem, és a következő 3 hónap az egy nagyon nagy kitörés lehet nekem, akkor mindegyikünk, és azt gondolom, hogy tényleg itt a következő havi rendezvények egy csodák lesznek, mert mosolygós és sikeres arcokat fogok itt viszont látni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, én ennyit szerettem volna most elmondani, viszont egy kérdést szeretnék feltenni most ezek után. És nyugodtan lehet őszinte válasz, tehát ne érezze senkinek kényszerként, hogy fel kell tenni a kezét, de hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy ezt a programot végig fogja csinálni? Jól néz ki. Nagyon jól néz ki. És most már csak egy olyan kérdésem van, hogy esetleg 2 mondatba
Van-e olyan valaki, aki elmondaná, hogy ő miért akarja ezt a programot megcsinálni? Szizsó, nagyon szépen köszönöm. Miki, gyertek ki, légy szíves, jó? Gyertek, Erika. És ki volt? Pisti, nagyon jó. Szuper, ha még valaki van. Már még István is, tehát hogy lehet extra jelentkezésbe. Gyertek ide fel a színpadra. Ezt szerintem, ha így odaadom, Gyuri, jó lesz? Majd én hangos leszek, hogy gyerek az előtt, kérlek. Én igazából azért szeresem... Itt van, István, ez csak nincs. Én kettőre vagyok innen, vagy mi kettőre vagyunk innen, úgyhogy két szintet szeretnék lépni ebből a programból. Legyen egy ilyen bohóc sikám. Én 2015-ben lettem gyémánt, és azóta arra várok, hogy hogyan valósítsam meg azt, hogy alattam is tudjak gyémántokat létrehozni, és azt hiszem, hogy ez az ébresztő hozzá. Én tavaly léptem be ebbe a nagy családba, a DXN családjába. Jelenleg SR szinten tartok, és a feleségemmel, Andikával. És nagyon nagy lehetőségnek tartom ezt az ASP programot, mégpedig hát több terület is magával ragadott. Az egyik olyan terület az, hogy gyakorlatilag a frontvonal dupla értéken kap pontértékeket, ami azt jelenti, hogy egy gyorsító sáv, úgyhogy néhány hónap múlva reméljük, hogy egy évmántok között lehetünk. Én 2017-ben léptem be a hálózatba, és olyan szépen nyugodtan megültem. És a hozzám csatlakozóknál is ezt tapasztaltam, és most egy év alatt eljutottam a gyémánt szintig, és úgy érzem, hogy ez egy hatalmas lendületet fog nekem is, és a hozzám csatlakozóknak is. És én nagyon fogok örülni, hogy a közösség, hogy egy közösséget építhetek majd, ahol mindenki jólétben fog élni. Én 2021-ben léptem be a DXN-be, és én azért fogom elkezdeni ezt, mert értékesítőként én jelenleg mindig csak ilyen 1-2-3% kaptam vissza értékesítések során, viszont itt, hogy 60% visszakaphatok, számomra ez egy óriási lépés lesz, és nekem ez a legfontosabb. Én 2018-ban léptem be, hogyha már mindenki elmondta. Egy brutális jó eszköz kaptunk, egy brutális árcsökkentést kaptunk a DXN-től, és vétek lenne nem kihasználni azt az alkalmat, és ezt az eszközt, ahogy a cég segít bennünket, és főleg azokat az embereket, akik aktívan gondolják ezt az egészet, illetve tehát tényleg olyan embereknek tudunk most egzisztenciálisan is segíteni, akiknek esetleg idáig csak mondjuk az egészségügyi vonalon tudtunk segíteni. Tehát egy tökéletes eszköz kaptunk a kezünkbe, és rajtunk múlik, hogy mennyire fogjuk kihasználni. Hát, jaj, hát igen. Jó. Hát én 2010-ben csatlakoztam a DXN-hez, nem tegnap volt, és imádom a termékeket. És most meg kell, hogy mutassam, hogy imádom az üzletépítést is. Nem engedhetem meg magamnak azt, hogy csak én tudjam, hogy milyen jók ezek a termékek. Ezt mindenképpen át kell adnom sokkal hangosabban, mint ahogy eddig tettem, ismerőseimnek és ismeretlenül hozzám csatlakozóknak. Gratulálok Orsinak, 2 hete ismerem, és itt van. Bravo! A másik, ami nagyon motiváló, amit most elmondtál, Szabolcs, engem nagyon vonzanak az utazások. De ezt a mostani Barcelonát nem tudtam magamnak megengedni. Ilyen többet nem lehet. Szerintem ez egy nagy inspiráció a munkámra. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen nektek! Egy köszönjük, és mindenkinek még egyszer egy óriási nagy hajrá, és találkozunk december 2-án, akkor már be tudunk számolni, hogy ki hogy áll.
Jó, és a majomparádé után én lemegyek, jó? Nem, most már maradj itt, kérlek. Szóval, hogy azt szeretném mondani nektek, hogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma velünk. Köszönöm, hogy itt lehettem veletek, hogy én lehettem a mai nap házigazdája. Vigyázzatok nagyon hazáig, mert jó a rakományotok. És találkozzunk akkor valamelyik városba, valamelyik ASP-be mutatom. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!